Csapatunk egy rendkívül sikeres edzőtábor után újra Soroksáron készül a bajnoki rajtra. 8 nap alatt 3 edzőmérkőzés játszott a csapatunk, és mindegyiken győzött. Volt bizonyos olyan a szituáció a meccsen, amit nagyon meggyőztek minket, és ez nagyon fontos a későbbi. Amit látunk, hogy itt igen, kellemes gondok lesznek a Péternek ilyen szempontból, hogy összeállítsa a csapatot, mivel amit eddig tényleg lealkalapva a fiúk előtt, mivel nagyon szorgalmasak és nagyon koncentrálva és nagyon akarattal akarnak szép képet mutatni magunkra. A fő feladat a fiatalok csapatba építése, ami nem megy egyik napról a másikra, de úgy tűnik, kezdik felvenni a másodosztály ritmusát. Szüksége van egy kis időre, tehát ez természetes, de viszont egy-kettőben mindenféleképpen kell, hogy rögtön az elejétől kezdve felvegyenek a ritmus. Én nagyon bizakodó vagyok, hogy a fiatalok tudnak minden előbben felvenni a ritmus, mivel ez nagyon fontos számukra. Most is lehetett látni itt az edzéseken, ezek a felnőtt emberek, akik nagyon gyorsan gondolkodnak, keményebb a parharcok, és ez fog neki szolgálni a későbbiekben. Az MLS fiatal szabálya miatt egy 20 és egy 19 éves labdarúgónak kötelezően a pályán kell lennie, és a kispadon is ülnie kell kettőnek. Nézzük meg, kik lehetnek azok. Derekas Zoltán a BVSC, majd a Reacos évei után 13 évesen került a Fradi utánpótlásába, ahol 7 évet játszott, majd felkerült a Fradi MB3-as csapatához, ahol alapembernek számított. A 19 éves védekező középpályáson már az első edzésen látszott, hogy mindent megtesz a csapatba kerülésért. Igazából nagyon jól érzem magam, mert ugye így, ha úgy veszük, ez az első felnőtt csapatom, és mindenki nagyon pozitív, és bennem is nagyon pozitív dolgok vannak, mert tényleg az idősebbek is segítenek mindenben, hogyha látják, hogy valamit esetleg mérkőzésre rosszul helyezkedtem, vagy valamit rosszul csináltam, egyből szólnak, de teljesen pozitív szándékkal, tehát nem úgy, hogy leszidnak, hanem segítséggel. Zoli pozitívan látja a jövőt, hiszen saját bőrén tapasztalja, hogy napról napra jobb lesz a csapat. Volt egy siófoki meccs, ahol már frissebbek voltunk, kicsit meg kicsit összeszokottabbak, ugye azért mégis csak az edzések meg a meccsek alatt úgy nagyjából megvan, hogy ki a kezdő szerintem, és akkor úgy összeszoktunk. És úgy érzem, hogy a végén meg ugye már, amikor nyertünk 4-0 a Dráva ellen, meg most itt 3-2-re nyertünk, akkor már a szabadrugás variációk, a szöglet variációk is kijöttek, azokból is szereztünk gólokat, úgyhogy szerintem egyre jobbak leszünk. Zolin kívül van még néhány fiatal, akik küzdenek a kezdő 11-ért, az ő csatározásuk külön pikantéria lesz. Sokan vagyunk itt van a keretben, azt hiszem 7 fiatal, és abból ugye 2 játszik, tehát nekünk is ugyanúgy meg kell küzdeni a helyért. Én mindent meg fogok tenni, és remélem, hogy számítani fog rám a vezetőedző. Derekas Zoltán posztrivális a Csillag Darius, aki már ugyan nem fiatal, és nagyon jól ismeri a másodosztály viszonyait. A Budaörs játékosaként többször is pályára lépett ellenünk, volt tapasztalata velünk szemben. Észrevettem, hogy nagyon erős csapatról van szó, egységes, és ami legjobban tetszett nekem az, hogy a támadó játék volt előnyben. Régen bal szélen játszottam, illetve ék mögött, utána lettem ilyen belső középpályás, jobban ilyen 50-50-esnek mondanám magamat. Szeretem, hogyha nálam van a labda és tudom szervezni a játékot, de nem mondanám kifejezetten ennek a belső középpályásnak magam, illetve úgy érzem, hogy több poszton is megállom a helyem. Sok minden befolyásolja azt, hogy játszak, legfőképpen az, hogy teljesítek, az edzőtől meg is kapom a lehetőséget. Eddig úgy érzem, jól ment a játék az edzőmérkőzéseken, az edzésen mindig maximumot próbálom kihozni magamból, aztán majd elválik, hogy mi lesz. Szerintem egyre egységesebb a csapat, ugye első edzőmeccsünk a Mattersburg ellen volt, ott még lehetett látni, hogy nem állt annyira össze a csapat. Most már egyre jobban látszik a játékunk, dinamikusabbak is vagyunk, erőnlétbe is feljöttünk. Szóval csak pozitív jövőt tudok jósolni nekünk. Albert Ádám is régi ismerősünk lehet, hiszen ceglédiként jó pár szó próbált borsot törni az órunk alá. Jó érzés, hogy most már a mi sikereinkért harcol. Volt egy jó őszi szezonom, a tavaszi kevésbé volt jó, kisebb gondok miatt. És igazából az ügynökömmel beszéltünk, aki megkeresett, hogy érdekel-e Soroksár. Hát mondom, természetesen érdekel, hallottam, hogy a Dragoner Attila az ügyvezető, szeretne velem beszélni, találkoztunk is, igazából csak meg akart ismerni, hogy milyen ember vagyok, jó benyomást keltettem, és tulajdonképpen onnantól kezdve zökkenőmentesen ment az egész. Ádám is játszott már ellenünk, de mint sok ellenfélnek, neki sem volt túl sok jó élménye a tavalyi Soroksáról. Emlékszem arra, hogy mikor itt játszottunk, akkor kijöttem egy nagy zicsert, 0-0-nál, de
Hát egy elég összeszedett Soroksár ellen találkoztunk. Hát kisebb sikerrel sajnos. Ádám korábban nem csatárként játszott. Ez nagyon érdekes, mert hát én világéletemben védekező közepes voltam, Vácon is, Egerben is, Kaposváron is. És ahogy idősödtem, egyre több önbizalmam lett, és egyre jobban szerettem előrefele játszani, és így kevesebbet vissza. És ebből alakult ki az, hogy akkor oké, védekező középpályás, de inkább előrefele, majd ebből lett irányító, majd lett jobb szélső, bal szélső, csatár is tulajdonképpen. Úgyhogy ide már úgy jöttem, hogy szélsőként és csatárként számítanak rám. A támadó szerint Soroksár neki az első olyan hely, ahol egy labdarúgó tényleg profinak érezheti magát Magyarországon. Azt el kell mondjam, hogy érdekes, hogy Soroksárra kellett eljönnöm azért, hogy profinak érezhessen magam. Tehát, hogy oké, hogy a körülmények úgymond a pálya körül nem olyan, de az, ahogy a játékosokkal foglalkoznak, az, ami pályán kívül történik, az számomra meglepetés. NB2-es, sőt, ahol én voltam NB1-ben, ahhoz képest is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek. Albert Ádám szerint mindenkit motivál az, amit tavaly Lovrencsics Balázs letett az asztalra, hiszen megmutatta, kiugró teljesítménnyel el lehet jutni Magyarország legjobb csapatához, a Ferencvároshoz. Én figyeltem őt, és hát egyértelműen megérdemli, és tegnap néztem a Fradi meccset, és láttam, hogy kezdő is. Úgyhogy az, hogy plusz motiváció számomra is az, hogy esetleg, ha futhatok egy hasonló szezont, és a Fradiba kerülhetek, hát ez egy óriási élmény lenne és elismerés számomra. Következzék egy újabb fiatal, méghozzá egy igen különleges figura, az Erdélyből származó János Norbert. A csíkszeredai nevelésű fiú szintén a Ferencvárostól érkezett, ahol csak egy kis rövid időt töltött, de pont annyit, amennyivel meg tudta győzni Lipcsei Pétert, hogy hozza magával Soroksára. Persze, befogadtak, igen. Hát mindenki befogadott. Ugye a fiatalokkal megvolt a közös hang, tavaly is együtt játszottunk, és az idősebbek is azt tudom mondani, hogy befogadtak rendesen. Én nagyon örülök, hogy ide tudtam kerülni, és ilyen rutinosabb játékosokkal tudok egy csapatba lenni, mert ugye mostanig csak fiatalokkal, meg amikor fent edzettem a Fradiba NB1-be, akkor tudtam ott lenni, de hát az elég kevés idő volt az, hogy elsajátítsak tőlük bármit is. Nagyon örülök, hogy itt tudok lenni velük egy öltözőben, ugye Gyepivel, Huszival, most jött egy Önbér Gábor is, azért is nagyon sok mindenre meg tudnak tanítani, nem csak a pályán, a pályán kívül is. És ennek nagyon örülök, már most is rengeteg mindent tanultam tőlük. Még hogyha nem is ők mondták, vagy megszületett, csak így, hogyha rájuk nézek, meg figyelem őket, akkor már lehet tanulni tőlük sok mindent, hogy a magatartásuk a pályán kívül, meg ugye a pályán is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt tudok lenni velük. Én a jobb szélen, bal szélen érzem a legjobban magam, de néha tízesben is szoktam játszani a középpályán. Most az edzőtáborban bal hátvédet is játszottam, úgyhogy elég univerzális vagyok. Csapatunk kerete a hétfői edzésen újabb két játékossal bővült. Csatlakozott hozzánk a szerb-magyar kettős állampolgár Dániel Romics a védelembe, és a középpályára rutinos Gyömbér Gábor. Legközelebb őket, valamint Gera Dávidot és Pergel Bencét mutatjuk be önöknek.